A műsor támogatója a Medivia Kft. Hogy nyoma maradjon. Jó napot, anyuka. Jó napot, doktor úr. Ezt a doktorozást egy kicsit inkább antidoktor. Tudod, a doktor az azt mondja, hogy nyomjon, nyomjon, nyomjon. Én meg azt mondom, tartsa, tartsa, tartsa. Szia. Hello. Na, mi újs? Hát minden csodálatos. Mikor, meddig vagy? Hát elméletileg még 4 nap. A bérelt helyed az mindig megvan. Van egy kis sugárzása, meg úgy gondolom, hogy könnyű vele egy hullám hosszra kerülni, és aztán nem megy minden magától. Igen? Veszi a lapot, bekérdez, és tényleg az ember nem azzal foglalkozik talán, hogy akkor most ezt elmondjam, vagy nem mondjam, hanem ledönti ezeket a gátokat, és akkor már az ember mondja magától. Mindenfajta szűrő nélkül szinte. Az én esetemben igen. Én magam nevébe tudom ezt mondani, de nekem ez a tapasztalatom, hogy igen, hogy van egy ilyen oldott hangulatú kezdete az egész beszélgetésnek, és utána meg olyan gördülékenyen tényleg ember olyanokat mond el neki, aztán maga is meglepődik később. Az, hogy baj van, az nagyon gyorsan jött. Vasárnap még a Gabi színházba volt, és hétfőn reggel már vitte a mentő. Tehát a kettő között egyszerűen nem volt átlépés. És nagyon extrém volt, tehát ilyen 220-230/180-as vérnyomással. A bal szemére már nem is nagyon látott. Egyik pillanatról a másikra. Ez gyakorlatilag mondjuk nem tudjuk, hogy az éjszaka mi történt, de feltételezhető 12-24 óra alatt zajlott le ez a gyors felfutás. Előtte voltunk ultrahangon, talán egy másfél héttel, semmi nem látszott. Tényleg ebben ez volt a legmelbe vágóbb, hogy mi történt. Bevitték a kórházba a feleséget, ő ott megszült. Így van. A koraszülött intenzív osztályra került Noémi, a Gabi pedig a szülészeten lábadozott, és a szülést követő 48 órában kapott Noémi egy nagyon súlyos agyvérzést. Mind a két agyterület érintett, a jobb agyféltek az nagyon-nagyon erősen érintett. De hogy akkor még nem lehetett ezt tudni. Tehát maga ebben ez volt a legnehezebb, hogy volt egy ijesztés, és utána rögtön volt egy, de nem tudjuk, hogy ez mi. Ha mondanak valamit, akkor az oké. És nyilván ez volt a kérdés, jó, ettől még fog tudni iskolába járni? Fog tudni biciklizni? És hogy láttam, hogy ez nem jó kérdés, hanem itt valami mást kéne kérdezni, mert erre biztos nem tudnak válaszolni. És akkor egyre inkább azt értük meg, hogy nem csak, hogy azt nem tudják megmondani, hogy milyen lesz 7 évesen, hanem hogy azt nem tudták megmondani, hogy másnap éle még. Mert hogy az egész agyvérzésnek olyan komplex életre ható, vagy nem is tudom, fejlődésre ható következményei voltak, amik messze nem bíztattak azra, hogy ez bármikor is rendeződik. Ti minden egyes napot úgy éltetek meg, hogy nem tudtátok, hogy a következő nap mi vár rátok? Hát mondhatjuk, igen, abszolút. Hogy egyáltalán életben marad-e? Igen. Ez nagyon hamar megjött. Tehát ez mondjuk 3-4 nap után ott voltunk, hogy nem bíztattak azzal, hogy ebből ő egyáltalán ezt túl fogja élni. Ez a mondat így el is hangzott. Nem tudunk most még biztosak lenni abban, hogy ezt túl fogja élni. Ilyenkor mivel kapaszkodtatok? Akkor még semmivel. Akkor mint egy, nem tudom, ilyen magatehetetlen valaki, kóboroltunk a világba. Néztünk ki a világból, egyszer dühösek voltunk, egyszer sírtunk, egyszer nem tudom, semmi nem érdekelt, ott akartunk lenni, de nem tudtunk. Be kellett menni nekem a Noémihez, napi 20 perc volt a látogatási idő, mert pont akkor vezették be a H1-en egy látogatási tilalmat, ezért ennyit sikerült ott az osztályon elérni, hogy erre a 20 percre bemehessünk, és hát akkor ugye mindig megkérdezi az ember, hogy mi történt, mi van a gyerekkel, és hát akkor mondják az aznapi jó dolgokat, hogy evett, nem evett,
rossz a vérképe, összeomlott a keringése, a légzése, a szaturáció, tehát ott mindent hall az ember, és hát először ugye föl se fogja, hanem csak tényleg kikapottuk a levegőt. Melyik ötök ott ezekben a napokban az erősebb? A Gábor. A Gábor. Én is erős voltam, biztos, mert nem sírtam, picit sírtam, amikor nem látták. Azt is megtanultam, hogy kell sírni, ha látják, ha nem, mert az jót tesz az embernek. De a Gábor, ő sokkal jobban tudta kívülről nézni a történetünket. Nem eltávolodva, tehát ő benne maradt az egészben, de sokkal, sokkal jobban összerakta, mint én. Tehát én tényleg ilyen bódult állapotban lézengtem pár napig a kórházban, mert azt se tudtam. Tehát szóltak, hogy anyuka, és így nem is hallottam, hogy ezt nekem mondják, mert annyira máshol voltam. Én így befelé zuhantam inkább. Rossz ezt kimondani, de teljesen magunkra maradtunk. Együtt is magunkra maradtunk, meg külön-külön is. Kvázi apa és kvázi anya, mert hogy az még nem az állva, fogalmunk nem volt, hogy ez mi, hogy kell reagálni, most mit csináljak, mondjak le róla. Volt ha nagyon hamar egy pillanat, hogy bármi jobb ennél, csak bizonyos legyen. Ha azt mondjátok, hogy nem fogja túlélni, akkor oké. Okay. De akkor ma már el tudok ezzel kezdeni valamit csinálni. Valahogy tudok hozzá viszonyulni. Egyszer csak azt éreztem, hogy akkor most itt ezt én most el szeretném dönteni. Ezt az egészet. Tehát, hogy nem szeretném tovább ezt a, nem azt, hogy nem szeretném, nem bírom tovább ezt a kétségek közötti állapotot, de arra, hogy ez megváltozzon, arra nincs hatásom kívülről, ezért belülről kell megváltoztatnom, magamat kell megváltoztatni, ameddig a külvilág nem reagál. Ezt el tudja dönteni az ember saját akaratából? Eljutsz oda, hogy egyszer csak azt érzed, hogy ez a legrosszabb döntés, de hogy mégiscsak nem bírod. Tehát, hogy van valami olyan feszítő, szorongató állapot, hogy tényleg már azt mondod, hogy ennél a legrosszabb is jobb. Jó, meghozod ezt a döntést. Milyen opcióid vannak? Nekem a, nevezzük nevén az öngyilkosság, nekem nem opció. Tehát, hogy egyszerűen az nem jutott eszembe. És akkor azt gondoltam, hogy akkor valahogy ezt az egészet máshogy kell érteni. Nem jutott eszedbe, az annyit jelent, hogy tudtad, hogy nem fogod megtenni, vagy végigpörgetted, hogy de jó lenne megtenni, csak nem bírom megtenni. Nekem egy nagyon, nagyon... Hogy mondjam ezt? Na, itt most meg fogunk állni egy picit. Vagy nem. Nekem volt egy nővérem, aki nagyon szép volt, meg nagyon okos. És ő 32 évesen meghalt. Öngyilkos lett, csak ő az alkohollal lett öngyilkos. Hát egy 3 éves, 4 éves veszőfutásnak a vége volt az, hogy ő meghalt 2004-ben, és hogy én ott nagyon-nagyon elhatároztam, hogy ez nem megoldás. Szembe kerültem magammal, és azt mondtam, hogy na most mond. Akkor mondtad, most is mond. Tehát a kérdésedre a válasz az, hogy egy pillanatig sem futott végig a fejemben, mert azt éreztem, hogy innentől kezdve akkor vége magam előtt az egész mindennek, amit összeraktam magammal kapcsolatban. De hogy nagyon kellett valami. És hogy nagyon egyszerű praktikák jönnek szerintem ilyenkor, amikor átlépsz a saját tehetetlenségeden. És hogy például annyi volt, nem volt túl sok, hogy azt mondtam, hogy az élet az 24 óra. Ha rossz nap van, bánatosak vagyunk, de amikor lefekszünk, akkor azt abba hagytuk. A következő napra nem visszük át. Nem volt ebben semmi újítás, addig is így éltünk, csak ezt mondjuk elfogadtuk mostani keretnek. Azt akartam, hogy ez ne rögzüljön bennem úgy, hogy itt valaki igen, megbüntetett, vagy a gyereket megbüntette, vagy a mi családunkat valami átok sújtja. Tehát ezek nagyon-nagyon, sajnos nagyon könnyen jövő értelmezések, és én ezt nem akartam. Egyszerűen tudtam, hogy az zsákutca. Mennyi időnek kellett eltelnie, hogy valamilyen szinten el tudtátok fogadni ezt a helyzetet? El tudtátok hinni azt, hogy jóra is fordulhat? Hosszú távon jóra fordulhat ez a dolog? Hát nehéz volt. Noémi november 30-án született, és pontosan emlékszem a dátumra, január 4-én ő még élethalál között lebegett, és hát utána
Én szilveszter magasságában én elengedtem őt. Tehát én ott álltam, egyedül voltam látogató napközben a piccen, és akkor kivételesen, mivel egyedül voltam, megengedték, hogy sokkal többet bent lehessek, és akkor a gyereken egy olyan krisztusi fájdalmat láttam, nem tudom máshogy fogalmazni, hogy akkor én úgy gondoltam, hogy ha mennie kell, akkor menjen. És hát a leletek is ezt támasztották alá. Én úgy voltam vele, hogy ha kell, akkor legyen itt vége. Észrevettem egy képet, ahol, ha jól láttam, a fél éves születésnapját ünneplitek. Fél tortával. Egy fél tortával, azért az elég formabontó. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor az ember mindennek örül, és mindent megünnepel, hogy vele lehet? Hát az első időszakban igen, tehát így tényleg számoltuk a heteket, napokat, hónapokat, hogy mennyi idő telik el, és ez a fél év, ez azért volt meghatározó, mert akkor végre hazajöhetett már. Ez egy 3 hetes kis fellélegzés volt. Tehát 3 hetet folyamatosan itthon töltött, és utána 4-5 hónapra visszakerült kórházba. A Nono születését megelőző időszakban, hát hogy mondjam, olyan vagány csávó, mindenben benne volt. Ami érdekelt, akkor csak azzal foglalkozott, és mással nem. Most is megvan benne ez a sok irányú érdeklődés, minden irányt nyitott, felelősségteljesebb lett. Ezt azelőtt nem mertem volna így mondani róla. Ma Noémi milyen állapotban van? Maga az agyvérzés az egy 4 végtagot érintő görcsös állapotot eredményezett, ami azt jelenti, hogy a kezei és a lábai nagyon merev izom összehúzódásos állapotban rögzülnek. Képzeljünk el egy olyan állapotot, hogy izomfeszítésben élünk 0-24 órában. Tehát nagyon sokáig, több éven keresztül úgy teltek az éjszakák, hogy két óránként kelt, akkor ki kellett mozgatni, mert annyira erősen összeállt az összes végtagja. Szóval nagyon-nagyon nehéz állapotból jött egy picit könnyebbe, de nem jelenti azt, hogy például járni tud. Nem is tudjuk, hogy fog-e tudni járni. Kommunikálni mennyire lehet? A kommunikációja nagyon érdekes, mert hogy ez másfél vagy két, sőt, majdnem 3 évvel ezelőtt egy nagyon jópofa pillanatban én valahogy így távolodtam el tőle, mentem valahova, és így utána szólt, de ilyen nagyon-nagyon tisztán, hogy apa, gyere ide. És hogy így megfordulom, és mondom, ezt nem is hiszem el, tehát ilyen nincsen. És hogy akkor azt gondoltuk, hogy akkor így berobban ez a fajta kommunikáció, és akkor itt van, megjött a... De hogy nem épült rá újabb. Tehát hogy nem, az a legnagyobb baj, hogy én magam nem értem a kommunikáció fejlődési nehézségeit. Maximum még 2 szótagig eljut, de ennél tovább még nem tud. Én sem a Gábort, sem a Gabit, mióta a Nono megszületett, még nem láttam komornak, elkeseredetnek, pedig hát azért voltak nagyon komoly helyzetek, nagyon kritikus helyzetek is, és mégis igen, mert a Nono ezt túl fogja vészelni, és a Nono ebből kijön, ebből is kijön, és a Nono megerősödve jön ki, ebből is. Noémi 7 éve alatt nektek mennyire kellett átalakítani a napi életviteleteket? Teljesen. Teljesen? Teljesen. Igen, abszolút, abszolút hozzá. Én legalábbis hozzá igazodok. Noémi az 24 órás felügyeletet igényel. Tehát nincs az, hogy na kislányom, játssz el most magadba, mert anyádnak dolga van, hanem igenis. Tehát neki mindenben segítség kell, a játékban is. Szabályszegők vagyunk szerintem minden téren. Tehát lelkiismeret furdalás nélkül leadjuk a gyereket, hogyha arról van szó, hogy szeretnénk kettesben eltölteni egy estét, színházba menni, vagy beülni egyet vacsorázni, tehát ennyire muszáj önzőnek lenni. Az a gond a Noémivel, hogy neki színházat kell teremteni a tornához is. Tehát, hogy őt elvigyem egy helyre, vittem én 4 éven keresztül minden reggel, ahol tornáztam,
tartottam én, mert nem mertek hozzányúlni, mert úgy üvöltött, de nekem is üvöltött, és hát 4-5 év kellett nekem ahhoz, hogy elhiggyem, hogy ennek nincs értelme. Tehát az nem jó, hogy a gyerek összehányja magát, végig üvölt, másfél órát utazunk autóval, azt van, hogy végig üvölt, hazafelé üvölt, tehát attól már én is kikészültem, nem csak a gyerek, és inkább mindent a kedvéhez igazítunk. Ami nagyon feltűnő volt, hogy amíg én bent látogattam a Noémit, addig a Gábor köré szerveződtek az anyukák, ott csücsültek mellette, és mindenki mondta a kis problémáját, pedig mi voltunk a legnagyobb slamasztikában az osztályban. Tehát a Gábornál már ez a közösség építő erő, meg mindenkit meghallgat, meg mindenkinek ad 2-3 jó mondatot, ez már ott elindult. Miben tudott ő segíteni? Vagy hogy néztek ki ezek a beszélgetések? Igazából ilyen laza, ilyen kötetlen beszélgetések voltak, és nem tudom így megfogni, hogy mi volt az, ami segített, de az a lényege szerintem a dolognak, itt többször elgondolkoztam rajta, hogy igazából minden beszélgetésben megvolt az a, lehet, hogy csak 3 mondat, ami úgy éppen abba az élethelyzetbe kellett. Ezek alatt a hetek alatt derült ki, hogy ő egy különleges képességgel bír a tekintetbe, hogy jól megtalálta a hangot az anyukákkal, nagyon jól tudtak beszélgetni, az anyukák szívesen panaszkodtak, elmesélték neki az ő élettörténetüket, és én azt gondolom, hogy valahol innen indult ez a gondolat, hogy ő felajánlotta, hogy ilyen irányban szívesen segítene nekünk, tehát első körben, mint önkéntes segítő, visszajárt az osztályunkra. Én is nagyon örültem neki, hogy egy olyan sorstárs, aki átélte ugyanazokat az élményeket, amelyeket a későbbi édesanyák is átéltek, egy ilyen sorstárs tud velük szót váltani, vigasztalni őket, támogatni. Azt tudja, hogy a főorvosasszonynak egy mondata lendítette őt át ebben az irányban. Nekem azt mesélte. Nem tudom. Nem tudja? Azt mondta, hogy van érzéke a pszichológiához, és ezzel kéne foglalkozni. Valószínű mondhattam ilyet, mert így is éreztem, biztos. Egyszer a főorvosasszonytól megkérdezte, hogy mit szólna, hogyha ő pszichológiára jelentkezne egyetemre, és azt mondta a főorvosasszony, hogy Gábor, hogyha ezt megcsinálja, akkor felveszem ide az osztályra. Tehát ez volt így a vicces válasz, és a Gábor ezt nagyon komolyan vette, és akkor elment, újra érettségizett történelemből, angolból, befejezte az angol nyelvvizsgáját, ő volt gyesen, hogy ezek ugye pluszpontokat jelentenek, és akkor hip-hop fölvették őt az egyetemre, nappali tagozatra még hozzá. A nőgyógyászom azt mondta, hogy aki ad egy megfejtést arra, hogy a nőknél a toxémia miért alakul ki, és kinél, mikor, hanyadik hétben, mert még a 40. hétben is lehet toxémia, az biztos, hogy Nobel-díjat fog kapni. Mert hogy nincs rá orvosi magyarázat. Tehát mondják a magas vérnyomást, a vizesedést, én például nem vizesedtem. Tehát akkor mondják azt, hogy a túlsúlyos kismamák, nekem nem volt túlsúlyom. Tehát egy csomó mindennek ellent mondtam, ami egyébként egy ilyen bevett toxémiás típusra jellemző. A szakdolgozatát konkrétan a toxémia, tehát a terhességi mérgezésből írta. Ennek kapcsán kutatásokat végzett a kórházunkban. Hasonló problémával küszködő édesanyák körébe próbálta a terhességi mérgezésnek a megelőzését, azokat a rizikótényezőket feltárni, aminek kapcsán esetleg már korábban lehetne észlelni ennek a kialakulását. És úgy gondolom, hogy ez a munkája is egyrészt nagy jelentőségű lehet a későbbiekben. Másrészt hát természetesen mint pszichológus és lelki támasznyújtó segítő a későbbiekben is az édesanyánk számára nagy segítség lehet. Én az első perctől kezdve nagyon örültem neki, és maximálisan támogattam ebben. Amire rájöttem, az valahol ott rejtezik, hogy
a toxémia, a terhességi toxémia, és emellett a HELLP-szindróma, ami nagyjából ugyanaz a betegség típus, bizonyos aspektusaiban nagyon hasonlít egyéb betegségekhez. És ezek az egyéb betegségek, ezek egy csoportot képeznek, szondiról talán sokan hallottak, egy tesztet használunk, szondi tesztként ismerjük, de ez egy nagyon hosszadalmas folyamat, amire nincs mód az ilyen állapotba kerülő kismamák esetében. És én összesen annyit tettem, hogy ebbe a csoportba tartozó ösztönbetegségeket, mindig szondi terminuszával élve, megkérdeztem azokat a szülőket, akik toxémiával szültek, illetve egy másik kontrollcsoportot pedig azokat, akik minden mással szültek, hogy ez a 8 felsorolt ösztönbetegség az ő családjukban, az ő és férjük családjában két generációig, nagyszülőkig bezárólag, milyen számban fordult elő. És hogy a válasz az nagyon meglepő volt, mert hogy a toxémiával és HELLP-szindrómával szülők családjában ez az arány, ez háromszorosa volt a, mondhatjuk úgy, hogy normál populáció, de inkább azt mondom, hogy kontrollcsoport családjában előforduló betegségekkel. Ami azért nagyon fontos, mert hogy semmiféle előjelző készülék vagy vizsgálat nem létezik ma az orvostudomány számára, hogy ezt a fajta betegséget prognosztizálni legyen képes. Ez volt talán az elsődleges fontosságú, de hogy amint ez megvolt, rögtön rájöttem, hogy de hát attól, hogy előrejelzzük, még nem tudjuk, hogy mit kéne tenni. Pont a főorvosasszony, Prinszke főorvosasszony mondta egyszer, egy ilyen személyes beszélgetés kapcsán, hogy Gábor ugye azt már azért végig gondolta, hogy lehet, hogy ebből nem lesz semmi, mire. Ön már lehet, hogy nem lesz, és még akkor sem lesz ebből még semmi. És hogy nagyon jól megfogalmazta ezt, és ez nekem akkor nagyon jól esett, vagy jól jött. Hogy a felelősségem az ilyen formán tart, de hogyha ez nem manifestálódik az én életemben, akkor is csinálni kell. Ha majd jó sokára befejezed mindezt, az életed, a tevékenységed, ezt a kutatást, akkor mikor leszel te elégedett mindezzel kapcsolatban? Hát ez nehéz kérdés, mert hogy a válaszom az nyilván az lenne, és ez most egy furcsa válasz lesz, hogyha amire rájövök, az visszamenőleges hatással lesz az én gyerekem állapotára. Hiszen mindenki erre vágyik. De hogy ilyen formán ezt hamar el is engedi, mert hogy azt mondta, hogy az idő nem forog visszafelé a kerék. Tehát az elsődleges vágy az valamiféle exkuzálás, valamiféle visszaigazítási vágy. Szerintem ez ne érjen mindenkit. Nagyon kevés embert érjen. Ha én ezért tehetek, akkor nekem ez a felelősségem. Anélkül, hogy kéne ismernem bárkit, aki ebben még egyszer benne lesz. Valahol így itt van az én küldetésem, az én fejemben, hogy nem tudom, hogy tudok-e érte tenni, de ha tudok, akkor meg kell, hogy tegyem. Még egyet árulj el nekem, Noémi. Mennyit tud, mennyit fog fel abból, hogy az édesapja az ő betegségének nyomába eredt? Hát ez is egy jó kérdés, mert nem tudom, az a válasz, hogy fogalmam sincs. Az ő világa az egyenlőre egy ilyen misztérium számomra is. Nagyon-nagyon furcsa dolgokban extra érzékenysége van a világra, nagyon-nagyon könnyen teremt kapcsolatot, nagyon-nagyon könnyen von be embereket, sokkal-sokkal könnyebben, mint az én fejemben lévő átlag gyerek teszi. És másfelől viszont nagyon-nagyon furcsa helyeken nagyon nagy deficitekkel él. A felfogását, a memóriáját, ezeket nagyon nehéz pontosan megbecsülni, hiszen nem tud visszaigazolni verbálisan, tehát nem tudunk erről beszélgetni. Tudja, hogy apukája egy ilyen vidám, egy ilyen lehengerlő típusú ember. Nem hiszem, hogy ő ezt annyira értené még. Aztán lehet, mert nem nagy csodákra képes ő, de szerintem nem érti ő ezt teljesen. Hogy mennyire fontos az, hogy ő mit gondol rólam. Ez minden embernek fontos. Azt gondolom, hogy itt már nem az igazolás, hanem inkább a motor. Tehát, hogy van az ambíciómat fenntartandó, én ezt a képet szeretném magamban megtartani. Ugye ennek egyszer lesz egy
lesz benne is egy élménye ezzel kapcsolatosan. Nem kell, nem fontos, de ha lesz, akkor az nyilván jól fog esni. Nekem is. A műsor támogatója a Medivia Kft. Hogy nyoma maradjon.